reggel 5:30, 6:30 környékén járunk. Ilyenkor szoktam a kéményseprőt kiengedni ide. Meg hát főleg napközben, hogy tudjon hűsölni. Most nála a kicsik 2 hetesek, és már kimászkálnak, hogy ma gyere. Gyere, tessék. Megvendégellek egy kis száraz kenyérre. Hát basszus, ez a baj a nyullal, hogy látod, ott vannak a fész, ott a fészek. És hát a kicsik már 2 hetesen kimászkálnak ide, és hiába rakosgatom őket vissza, oda, akkor is kimászkálnak, tehát napközben is kijönnek mind, meg hát nyilván akkor ezek szerint éjszaka is. Na mindegy, amit mutatni akartam, hogy múltkor megszámoltam őket, azt hittem, hogy 5-en vannak, de 6 nyuszi van, 6 kicsike. Itt a mellettem levő fakban, a másik, csak oda azért nem megyek, mert az a nyúl az egyszerűen őrült. Az nem olyan, mint a kéményseprő, hogy bizalommal van irántam, meg így nyugodtan tűri, hogy kinyitom az ajtót, vagy megsimogatom, vagy kiveszem őt, az kirakom sétálni, az ráugrik a kicsikre azonnal. Ja, azt akartam mondani, hogy a nyúl, anya nyúl nincs tekintettel a kicsikre, simán rájuk ugrik, nem foglalkozik semmivel. Mindegy, 6-an vannak, és elvileg 3 hetesen másznának ki a fészekből, de hát most 2 hetesek, és már itt vannak. A másik fészek, tehát itt a másik alom, szintén ugyanezt történik, hogy kimászkálnak napközben, de lehet amiatt, mert nyár van, pontosabban, hogy nincs hideg. Megfigyeltem, hogy isznak vizet. Szerencsére én alacsony itatót tettem be, egy nagy kővel, hogy ne tudják magukra borítani. Nagyon nem akarom őket piszkálgatni, egyébként rohadt nagy tévhit, hogyha kiskorában megtapogatom őket, mert és utána az anyja elutasítja, megeszi, megöli, az embereknek annyi hülyeség forog, hülye gondolat forog a fejükben. Eddig minden nap többször is megtapogattam a nyulakat, hogy épségben vannak-e, nincs-e köztük halott nyúl, vagy ilyesmi, tehát hogy a kéményseprő gondozza-e őket, meg ilyesmi. Egyszer se utasította el őket, nem ölte meg őket, szóval egyszerűen erre azt tudom mondani, hogy aki ilyen gondolatokat követ, hogy nem szabad a nyulakhoz hozzájutni, ez egyszerűen, igen, könyvelje el magát hülye embernek, hazugságokat terjeszt, meg stb. Semmi. Tehát még azt is megtehetem, hogy ezeket a nyulakat átrakom a másik nyúl alá, akkor sem lesz semmi baj. Ugyanis föl fogja őket nevelni. Szóval ezt a tévhitet innentől kezdve felesleges. Tehát, hogyha hallod, hogy hozzányúltam a nyulakhoz, igen, minden nap többször hozzányúltam a nyulakhoz, az anya nyúl nem utasította el, nem ölte meg, stb. Ezt állandóan leírják nekem a nyulakkal kapcsolatban, hogy vigyázzál, mert megöli őket, meg megeszi, meg elutal. Jó, kész, most felejtsd el. Ez baromság. Ez oltári nagy baromság, mondom. Úgyhogy ezeket a nyulakat most átraknám a másikhoz, ide, abba a másik anyanyúlhoz, ugyanúgy nevelni őket tovább. Pecsenyúl! Na gyere, pecsenyúl! Ő a bak. Azért pecsenyúl, mert van pecse, meg valamikor pecsenye lesz belőle. Na helyzet! Petesenyúl, petenóti, nótika. Körbe ugrálsz, megszaglászol, hát ő már nagyon nagy bizalommal van hozzám. A fekete is, mármint a kéményseprő is, ő is már simán megengedi, hogy megfogjam, kivegyem, már nem rémüldözik. Hát ő meg ide jön hozzám meg, de most éppen a reggeli dolgát végzi. Gondolom ellenőrzi a territóriumot.
meg például ki szoktam őket engedni ide. De nem ilyenkor, mert most még korán van, vízes a fű, de napközben igen, mikor már felszáradt, és hagyom őket a friss zöldet legelni, és ez is baromi nagy tévhit, hogy bármiféle bajuk lesz tőle. Hát én tartottam, úgyhogy tartottam tőle, hogy tényleg ez a fú, rengeteg tévhit van a nyulakkal kapcsolatban, mindegy. Tehát például a bakot nem lehet együtt tartani a nősténnyel, nem a francokat. Állandóan együtt vannak. És nincs belőle semmi baj. Na mi van? Pecsenóci. Na, az majd mindjárt kapsz enni. Mindjárt hozok neked, oda szoktam tenni neki a búzát. Szóval, hogy nem lehet friss zöldet neki adni. Hát az üregi nyúlnak a rokona, onnan is lehet látni, hogy állandóan áskálódnak, és engedem is nekik. Amikor a féltékenyt elrontottam, mert az ásott magának egy üreget, azt nem is vettem észre, de bele is fialt napközben, mert ugye arra számítottam, hogy majd éjszaka fog fialni. És napközben belefialt, csak és két naposak lehettek, mikor kiszedtem a fészkét, nem beraktam féltékenyt oda. Na szóval, hogy nem ehetnek friss zöldet, dehogy nem. Minden nap kapnak sokat. Sokat szoktam szedni, csak megvárom, míg felszárad. Tehát vízesen tényleg nem adom nekik oda ilyen hajnali időben. Megy nem! De hogyha kiengedem őket, akkor képesek két-három órát, hogy az anyanyúltól tartottam sokkal jobban, hogy valami baj lesz majd tőle. De kipróbáltam a baknyúllal együtt, kiengedem ide, az udvarra. Hát fú, hatalmas nagy hancúrozást csinálnak, és egész nap esznek. És semmi baja nincs. Na, jól van. Egyelőre ennyi. Szóval ez is nagy tévhit, hogy friss zöldet nem lehet adni a nyulaknak. Lehet. Amióta itt vannak velem, azóta folyamatosan kapják. Sőt, hát ma megyek, mert kaptam ajándékba egy hatalmas nagy lucernást, úgyhogy ma megyek megnézni. Azt mondták, hogy csak annyi a dolgom, hogy kaszáljam le.